hegyi beszédnél nyissuk ki a Bibliát. Ez nyilván tudja mindenki, hol van. Máté 5. Tessék? Imádkozok. Kérlek, Urunk, áld meg a prédikációt, hogy szóljon hozzánk, és frappáns legyen. Jézus nevében kérlek. Ámen. Tehát egyébként volt mindig egy ilyen titkos gondolatom, hogy ha elfelejtek készülni a prédikációra, akkor azzal állok majd elő, hogy hát most Jézus fog nektek prédikálni, majd felolvasom a hegyi beszédet, és ezzel el van intézve a dolog. Hát most majdnem ez történt, de igazából nem ez történt, készültem, de mégis a hegyi beszédtől fogunk kiindulni, ezen végig fogunk menni nagy vonalakban. Tehát nem olvasom fel az egészet, bár egyébként egyszer lemértem, hogy 15 perc körülbelül. Most nem tudom, hogy Jézus ezt 15 perc alatt mondta el, vagy tényleg ezt mondta el, vagy ez csak egy ilyen sűrítménye annak, amit elmondott. De ha mondjuk 15 percben el tudta mondani ezt, akkor azért az nem semmi. Tehát a hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik. Ugye ebből megtudhatjuk, hogy mi teszi az embert boldoggá. Ebbe az az érdekes, hogy ez származásra, anyagi helyzetre, egészségi állapotra, mindentől függetlenek ezek a boldog mondások. Tehát ez mindenki számára elérhető, az a fajta boldogság, amit Jézus mond. A másik érdekessége az az, hogy mi nincs benne ebbe a felsorolásba. Ugye nincs benne a rózsadombi villa, a balatoni nyaraló, meg a sportautó. De az sincs benne, hogy boldogok a szépek. Úgyhogy, meg a sovány. Úgyhogy, szóval ezen is érdemes gondolkodni, hogy mi nincs benne, hát csak azért mégis ezt felolvasom. Nem fog mindent felolvasni a hegyi beszédből, de ez azért fontos. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A következő részben, miután a hallgatóságának elmondta Jézus, hogy mi a boldogság útja, kulcsa, utána egy fontos kijelentéseket tesz, hogy tulajdonképpen mi is a hívő emberek feladata a Földön. Azt mondja, hogy ti vagytok a Föld sója, és ti vagytok a világ világossága, ezt a kettőt mondja nekünk. Hát ez azért érdekes, mert akkor ezek szerint mi tudjuk ízessé tenni a világot. Tehát ha mi nem, ha keresztények, illetve a zsidók nem, akkor senki más. Hát ez elég nagy felelősség, és talán erről így el szoktunk feledkezni. Most az a vicc, hogy József Attila Elégia című költeményének a másik oldalára írtam fel a jegyzeteimet, véletlenül, mert ezt a papírt találtam meg. Ha valaki ismeri ezt a verset, az tudja, hogy hát ebben le van írva, hogy milyen a világ. Mennyire kietlen, sivár, most nem olvasom föl, mert bár egyébként nem hosszú vers, de mindegy, el lehet olvasni otthon. Tehát József Attila nagyon jól leírja, hogy mennyire kietlen és kilátástalan az emberi lét. Na most ebbe a kilátástalanságba kell nekünk sónak és világosságnak lenni. Hát, ha úgy belegondolok, hogy milyen az egyház,
Hát nem tűnik nekem úgy, hogy ez igazából teljesülne. De ugye egyes emberek esetében azért igen, és reméljük, hogy mondjuk a mi esetünkben ez így van. Ha nem, akkor pedig baj van. Ezek után következik egy olyan szakasz a hegyi beszédben, aminek az a címe, hogy a törvény magyarázata, ami bár hozzánk is szól, és nekünk is fontos információkat tartalmaz, de mégis inkább az akkori hívőknek, az akkori zsidóknak volt nagyon fontos, hogy ez elhangozzon, hiszen ebben Jézus helyre tesz olyan vallási tévegéseket és olyan problémákat világít meg, ami az akkori hívő emberek számára hát nem volt teljesen tiszta. Rögtön azzal kezdi, hogy elmondja, hogy ő bizony, annak ellenére sokak azt állítják, hogy Jézus ugye egy ilyen felbújtó volt, egy ilyen lázító, aki a hagyományok, az akkori vallási vezetők és egyáltalán az Ószövetség ellen támad, és azt akarja felrúgni. Hát rögtön el is mondja a hallgatóság, hogy bizony ez nem így van, ugye nála jobban senki se tiszteli az Ószövetséget, a törvénytanítását, és ő nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse. És el is mondja, hogy a betöltéshez mi tartozik, és itt jön az a rész, amikor helyre rakja a vallási tévegéseket, amik akkor történtek. Kezdi azzal, hogy ugye nem elég az, hogy ne öljünk fizikálisan, de már az is öl, és ez már ránk is vonatkozik, de már az is öl, aki egy embertársáról mondjuk azt gondolja, hogy bolond. Tehát minden olyan gondolat, aminek az ölés lehetne a végkifejlete, az már ugyanolyan bűn. Ugyanez van a paráznasággal, nem csak az parázna, aki konkrétan lefekszik egy nővel, vagy egy férfivel, hanem az is, aki már az utcán esetleg megkívánja. Aztán beszél a vállásról, hogy a vállás az nem megengedett, egy nagyon speciális és ritka esetekben, amiről Győző bácsi már tanított, hogy ilyen véletlen ilyen rokoni házasság köttettek, akkor abban az esetben, ha jól értettem. De egyébként más esetben ugye ez nem engedélyezett. Aztán elmondja Jézus, hogy szokás volt akkor, hogy esküdöztek ugye a templomra, hát meg mindenfélére esküdöztek az emberek, és mondja Jézus, ne, tehát ezt fejezzük be, nem szabad. Ugyanis nincs hozzá a hatalmunk meg, hogy betartsuk az esküvünket, tehát ne esküdözzünk. A beszélünk legyen az, hogy vagy igen, vagy nem, és egyértelmű világos legyen. Aztán régen az volt a nézet, hogy szemet szemért, fogat fogért, erre Jézus azt mondja, hogy igazából ezt úgy kéne elhetsz hozzá, hogy aki arcul üt téged, akkor ugye fordítsd oda a másik arcodat, nevedd föl a kesztyűt, amit a másik ledob. És végül pedig a szeresd a fele barátod, gyűlöd az ellenséged elv helyett, azt mondja Jézus, hogy szeresd az ellenségedet. Mondjuk én itt sokszor azért úgy érzem, hogy, tehát ezt mondja Jézus, hogy ő betölteni jött, hát én azért sokszor úgy érzem, hogy azért van, amikor homlok, tehát pont az ellenközét mondja, mint a törvény, és ezt most én igazából nem is tudom megmagyarázni, hogy akkor ez hogy betöltés, vagy miért nem bizonyos dolgoknak az eltörlése, de hát ezzel lehet gondolkodni, és majd kérdezzétek meg mondjuk Győző bácsit, ő biztos tud erre válaszolni. Mindenesetre csak érdekes, mert valamiben érezzük ezt a betöltést, hogy ugye magasabb szintre emeli, de valaminél meg úgy érzem, hogy na de mindegy, ez most nem lényeges. Na, a következő fontos része, fontos szakasz a Bibliának, tehát ugye a boldog mondások után elmondta a hallgatóságnak, hogy mi a feladatuk a világban, utána helyre rakta a gondolatbeli hibáit a hallgatóságának, és utána következik egy olyan rész, amiben pedig a vallásos tevékenységeknek a fonákját mutatja meg Jézus. Tehát az imádkozás, az adakozás és a böjtölés kapcsán mondja el, hogy hogy működik ez, de az akkori hívők értében, és hogy kéne, hogy működjön.
Tehát az imádkozással kapcsolatban azt mondja, hatodik részben van, vagy adakozással kezdi, azt mondja, hogy vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljatok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyi atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kültöltess magad előtt, ahogyan a képmutatót teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. És akkor mondja, hogy amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. Aztán az imádkozásról hasonlót mond, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. És a böjtölésről szintén hasonlót mond, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, mi titokban történik, megfizet neked. Tehát szokás volt akkor, egyébként nem csak akkor, az egész kereszténység történetében szokás volt, a képmutató vallás gyakorlás. Az imádkozásban, az adakozásban, a böjtölésben, de még a dicsőítésben is. Ezt Jézus teljes mértékben elítéli. Az imádkozás, az adakozás, a böjtölés, a dicsőítés olyan területek, ami a legesleg intimebb területe kell, hogy legyen Isten és ember kapcsolatának. Semmiféle külső elem nem kerülhet ebbe bele, még a gondolata se, hogy ez bármilyen szinten emberek felé gyakoroljuk ezeket, vagy bármilyen szinten emberek felé akarjunk ezzel üzenni. Ezek a legbelsőbb kamránkban kell, hogy Isten is közöttünk lezajlódjon, az imádkozás, az adakozás, a böjtölés, a dicsőítés, még akkor is, ha ugye ezt közösségbe tesszük. Ennek ellenére úgy a zsidók, mint a keresztények élen jártak mindig is abban, hogy mindenféle magamutagatással és mindenféle pózzal csinálják ezeket. Megy, érdekes, hogy megy most a M1-en minden este a Borgyák című sorozat. Ismeritek ezt a Borgyák? Volt egy Borgya nevezetű pápa, és az ő életéről szól ez a sorozat. Az M1-en megy elég későn. Hát érdemes megnézni, hát fantasztikus, már idézőjelben fantasztikus, hogy micsoda deformálódott vallásgyakorlása volt a középkorban a pápáknak, vagy bizonyos pápáknak, illetve az őt körülvevő bíborosoknak. Egész döbbenetes csoda, hogy van még egyház. Igen, tehát meg vagyunk az imádkozás, adakozás, böjtölés. Aztán a következő szakasz, ha már tudjuk ugye, hogy kell gondolkodnunk Isten dolgaira, hogy kell cselekednünk Isten dolgaival kapcsolatban, a következő rész az arról beszél, hogy kell nekünk az értékrendünket felépítenünk. Hogy kell, mi a helyes értékrend, és hogy tudunk helyes értékrenddel a világra nézni. Címe az igazi kincs, a 19. résztől, vagy 19. verstől van. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta,
az egész tested világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkora sötétség. Tehát a mennyi dolgokkal kell törődnünk, a mennyi dolgok irányába kell az értékrendünket rendezni. És a szemünknek tiszta kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy a világra úgy kell tekintenünk, a világ dolgaira olyan ítélettel, hogy Isten tekint. Azzal a tisztasága, azzal a bölcsessége. Ha nem így tekintünk, és ha nem, így, nem ilyen lesz az értékrendünk, az életünk valamilyen irányba el fog csúszni. Valamiféle romlás, valamiféle hamis dolog fog bekúszni az életünkbe. És ezzel teszi föl az ír a pontot, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát hiába a vallásgyakorlásunk hiába helyes, hogyha az értékrendünk nem jó, hogyha nem tudunk helyes ítéletet hozni a körülöttünk zajló dolgokról, és hogyha nem kizárólag Isten az egyetlen Úr az életünkbe, hanem valami más. És hogyha egy picit is beteszi a lábát valami más, már vége mindennek. Aztán ugye a másik nagyon érdekes dolog azon kívül, hogy mitől leszünk boldogok, a másik érdekes dolog, illetve a másik számunkra legfontosabb dolog az az, hogy Isten, tehát hogy fogunk megélni a hétköznapokban. A következő rész erről szól, Isten gondviselése. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliumokat. Hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tehát mi a szüleinktől, vagy ki mit tanult a szüleitől, ugye én nem hívő családból származom, ugye én azt tanultam, hogy ha nagyon keményen és sokat dolgozol, akkor fogsz megélni, akkor jutsz előbbre. Ez egyébként abban a szempontból jó volt, hogy egy nagyon jó munkamorált kaptam a szüleimtől, és én is mindig megpróbálom nagyon precízen jól végezni a munkámat, de igazság szerint Isten nem ettől teszi függővé. Tehát minden, amitől mi aggódunk, meg hogy hogy kéne csinálni, minden, ezt mind ki lehet dobni a szemétbe, mert Jézus nem ettől teszi függővé a mi megélhetésünket egy dologtól. Keresed-e a mennyek országát először is, vagy nem? Ha keresed, akkor el fog tartani. Ha nem, akkor meg nem fog. Aztán lehet, hogy a sátán elfog. De Isten nem ettől teszi függővé. Mellesleg egyébként azért ez így most majdnem tévtanítást mondtam, mert igazság szerint Isten gondot visel a hívőkről és hitetlenekről egyaránt, mert kegyelmes. Következő részben szintén egy örök témát hoz föl Jézus, mint egy nagyon nagy veszélyt a mindenkori hívők számára, az ítélkezést. Ugye azt mondja Jézus, hogy mielőtt más szeméből a szálkát kivennéd, előtte a sajátodból a gerendát vedd ki.
Aztán következik egy részt, amit nem igazán tud, én nem nagyon kerültem ilyen szituációba az életbe. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Hát én ezt nem alkalmaztam még, ezt a tanácsot. Én még ilyen helyzetben nem kerültem, hogy a gyöngyeimet a disznók elé kellett volna dobnom, de biztos van ilyen is. Aztán egy nagyon fontos rész következik szintén. Sokan úgy gondolják, akik nem keresztények, hogy a kereszténység az valami passzív dolog. Valami ilyen imádkozunk, és úgy el vagyunk, és úgy elnézelődünk, de nem valami aktív, átütő erejű valami. Hát ez nem így kéne. Ha esetleg így is van, vagy ezt látják rajtunk, akkor az nem jó, mert Jézus azt mondta, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Tehát a kereszténységnek nagyon is aktív, és nagyon céltudatos, és zörgető vallásnak kéne, hogy legyen, és így kéne hozzáállnunk a dolgokhoz, nem pedig úgy, hogy megfáradunk, ellankadunk, várjuk, hogy történjen valami. Jobb lenne, ha csak úgy üldögélhetnénk Ábrahám kebelén, és úgy történne valami. Nem, azt mondja, hogy miért van ez, nem tudom, hiszen Isten nyilván meg tudna bármit tenni, de akkor is azt mondja, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. És ha ezt nem csináljuk, akkor ne csodálkozzunk azon, ha nem történik semmi. Aztán, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanezt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Majd beszél arról Jézus, hogy az ő útján járni olyan, mint a szoros kapun bemenni, a keskeny úton, a keskeny utat megtalálni. A keskeny utat eleve meg kell találni. Nem elég azon csak úgy menni, mint a széles úton, az nem adja magát egyértelműen. A keskeny utat meg is kell találni, és a szoros kapun be kell préselni magunkat nap, mint nap. Tehát ez azt jelenti, hogy soha nem lesz a hívő életünk, soha nem lesz olyan nagyon könnyen, egyértelműen egy irányba menő, hanem bizony folyamatos figyelmet igényel, hogy megtaláljuk a keskeny utat, és átverködjünk azokon a szoros kapukon, és hát ez nagyon fárasztó nap, mint nap megcsinálni, az az igazság, és jó lesz a mennybe, amikor nem kell majd már préselni magunkat mindig ide-oda. De most még kell. És a végére két nagyon-nagyon fontos intést ad Jézus. Az egyik az az, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jók ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ehhez még talán nem lépek túl a hatáskörömön, ha hozzáteszem, hogy nem is csak az emberekre kell itt talán gondolnunk, hanem mindenféle olyan szellemiségre, ami be akar kígyózni közénk, persze ez általában embereken keresztül történik, be akar kígyózni közénk, és talán még jónak is tűnik, és ezekkel a fajta szellemiségekkel a sátán, amióta vannak hívők, azóta mindig próbálkozik, hogy bekusszanak olyan szellemiségek, olyan hitvallások, olyan magatartásformák, amik lehet, hogy látszólag elsőre még nem tűnnek olyan nagyon rossznak, de azt mondja Jézus, hogy van egy nagyon egyszerű módja, hogy minden ilyet meg lehet ítélni, bár nem biztos, hogy ez a leggyorsabb módja, de a lelkületek, szellemiségek, megítélések, az ajándékát nem biztos, hogy mindenki megkapja a Szent Szellemtől, viszont azt a módszert, amit Jézus itt mond, azt mindenki gyakorolhatja, hogy gyümölcséről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Meg kell vizsgálnunk mindent, és időről időre meg kell a gyülekezetünkbe vizsgálni, az életünkbe. Ami rossz gyümölcsöt termet,
az lehet, hogy elnéztünk valamit. És az biztos nem jó. És a legfontosabb figyelmeztetés marad a végére, és erről még szeretnék egy picit többet beszélni, ide akartam az egészet kikanyarítani. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk el ördögöket, és nem a te nevedben tettünk el sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevő. Ez a gondolat kétszer fordul elő a hegyi beszédben, egyszer az Isten gondviselésére, hogy ugye keressétek először a mennyek országát, és a más, és itt is előfordul, hogy a mennyei atya akarata az, amin áll vagy bukik a mi hívő életünk. És döbbenetes ezt olvasni, hogy nem is kevesen, hanem sokan lesznek majd azok, akik majd ott állnak Jézus előtt, és fel fognak tudni mutatni óriási vallásos cselekedeteket, ördögöket űztek. Csodákat tettek, esetleg embereket gyógyítottak meg, vagy nem is tudom milyen csodákat tettek, profétáltak. Tehát ez csupa azok a vallásos cselekedetek, amire úgy fölnézünk, hogy hú, hát ha egy keresztény ördögöt űz, profétál, és még csodát is tesz, hát ez micsoda, micsoda férfi lehet, vagy nő. Szuper. És sok ilyen lesz, aki ott fog állni Jézus előtt. És azt mondja majd Jézus, hogy nem ismertelek titeket? Távozzatok tőlem. Egyébként azon is elgondolkodtam, hogy már magában az is érdekes, hogy ha valaki nem Isten akaratát cselekedik, hogy tud ilyeneket megtenni. Tehát ez is érdekes. De minden esetre ezek szerint történhet úgy is, hogy valaki nem ismeri Istent, csak azt hiszi magáról. Úgy is történhetnek ilyen csodák, hogy ez hogy van, ezt se értem, de így van. Na most nyilván, aki eleve bizonytalanabb keresztény, az most halálra rémítettem, hogy akkor biztos ő lesz az, aki... Egyébként tipikus, ezek az emberek nem lesznek azok, akiknek ezt mondja. Mert aki ilyen félén keresztény, az minden tízszer meggondol, és annak a legjobb a kapcsolata általában Jézusra, míg az olyan pökhendi, magabiztos emberek, akik úgy gondolják magukról, hogy baromira szerethetőek, és mint például én. Hát, nekem nagyon szeretett az egész családom, ezért nekem ezzel nem volt gondom, mert nekem magától értető, tehát Isten miért ne szeretne engem? Hát én annyira szerethető vagyok. Na szóval nyilván aki, de természetesen tudom, hogy nagyon bűnös vagyok, és Isten kegyelme az, ami miatt én a mennybe kerülök, nem pedig más. De valóban van bennem egy ilyen magától értetődő, hogy engem miért ne lehetne szeretni. Szóval visszatérve erre, tehát ott fognak állni ezek az emberek, akik nagy dolgokat tettek, és nem kerülnek mégse a mennybe. Egyrészt azt gondolom, hogy ezek az emberek, hát hogy konkrétumokba beszéljek, az RTL klubon egy pár hónapja déli 12-kor bekapcsoltam a tévét, és egy Josephinus nevezetű, valami boszorkányféle fazon ott ült a tévé képernyőjén, és őt fölhívták idős emberek, meg kevésbé idős emberek, és akkor lehetett tőle kérni, hogy indítsa el a pénzkört, és akkor ő elindította a pénzkört, és akkor gondolom azt remélték ezek az emberek, hogy majd akkor több pénzük lesz, vagy lehetett kérni, hogy gyógyítsa meg a veséjüket, meg mindenféle ilyesmit lehetett tőle. Tehát egy ilyen ezotérikus fazon volt. És akkor hát a vicceiként az volt, hogy az idős nénik fölhívták, és a Josephinus rendre lejózsizták, és ő ezt mindig úgy próbálta kijavítani, hogy ő nem Józsi, hanem ő Josephinus. Ez egészen tragikomikus volt, hogy de hát ő csak Józsi maradt. Na mindegy.
Egyébként nem volt egy ilyen unszimpatikus fazon, szóval úgy megesett rajta a szívem, mert hát én is egyébként ilyen azotorikus dolgokba tértem meg, és úgy imádkoztam is érte, hogy Isten nyissa föl a szemét, különben meg amire ki akarok lyukadni, hogy közben ott beszélt, amikor nem volt éppen telefonhívás, beszélt. És ismerte nagyon jól az Új Szövetséget, folyamatosan idézett az Új Szövetségből, de pontosan, tehát pontosabban idézett, mint ahogy én tudnék, igehelyeket, és azt belefűzte, mindennel összekeverte az újjászületéssel, a reinkarnáció, mindennel összefűzte, és hát úgy gondolom, hogy ezek az emberek esélyesek erre a szerepre, hogy ott fognak állni Jézus előtt, és majd azt mondják, hogy hát embereket gyógyítottam meg, pénzköröket indítottam be Margit néninek, és még se kerülhetek be a mennybe, és akkor Jézus valószínűleg azt fogja mondani, hogy nem kerülhetsz be, mert nem ismertél engem, nem tudtad az én akaratomat. De azt gondolom, hogy lesznek ilyen hívő emberek is, szerintem, de mondjuk nem akarok jósolgatni. Na most, amire ki akarok lyukadni így a prédikáció vége felé, az az, hogy néha így be kell vetni ilyet, hogy közeledik a prédikáció vége, hogy aki már nem nagyon bírja, akkor kap egy új lendületet, és már nem kell sokat kibírni. Na de tényleg, azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy hát honnan tudjuk megismerni Isten akaratát, mert akkor ez egy nagyon komoly dolog. Tehát most kicsit vicceltem, de ez egy nagyon komoly dolog, hogy ha nem ismerjük Isten akaratát, előfordult, hogy az egész életünket úgy éljük le, hogy igazából nem azt csináltuk, amit ő akart. Tehát mi az a, hogy tudjuk megismerni Isten akaratát? Két rétegét érzem én ennek fontosnak. Egyrészt Isten akaratát meg tudjuk ismerni a fixen leírt dolgokból, tehát a Bibliából. A Bibliában nagyon sokat megtudunk Isten akaratáról, de általánosságokban tudunk meg sokat Isten akaratáról. Tehát, hogy mondjuk a hívők feladata az evangélizás, hogy a hívők feladata, hogy só és virágosság legyen, hogy szeretetet hirdessük, de speciális, személyre szabott dolgot nem tudsz meg a Bibliából. És akkor felmerül a kérdés, hogy honnan fogod megtudni azt, hogy pontosan tőled mit akar, azon kívül, hogy evangélizál, és az általános dolgon kívül. Pontosan mit akar tőled Jézus? Egyáltalán kell ezt pontosan tudnunk, és az a válaszom, hogy kell pontosan tudnod. Azért kell pontosan tudnunk, mert ha végnézed Jézus életét, Jézus pontosan tudta, nem csak nagy általánosságban, hogy mit vár tőle Isten, hanem azt látjuk, hogy az összes cselekedetét átszőtte az Istennel töltött magányos csendesség. Rengeteg időt töltött Istennel magányos csendességbe, hogy megtudja pontosan az aktuális élet helyzetére vonatkozóan Isten akaratát. Amikor fölment a hegyre imádkozni, megtudta, hogy hogy fog meghalni Jeruzsálemben, mi ott a feladata. Amikor egy másik alkalommal egész éjszaka a hegyen imádkozott, és utána választotta ki a tanítványait. De az apostolok életéből is mondhatunk ilyeneket. Gondoljatok csak arra, amikor Péter imádkozott, és Isten megjelentette neki, hogy hát nyitni kell a pogányok felé, és hogy fognak hozzá érkezni emberek, akikkel menjen el, vagy ott van Fülöp, akit arra indította a Szent Szellem, hogy ugye találkozzon a komornyikkal, aki megtért. Aztán mondhatnánk Pál apostol életéből millió példát, amikor irányította őt Isten, hogy most ne menj arra a vidékre, hanem menje Macedóniába. És nagyon, tehát az egész Új Szövetséget átszövik ezek az események, hogy, és ebből azt a következtést tudjuk levonni, hogy elérhető, és nem is csak elérhető, hanem el kell érnünk azt a kapcsolatot Istennel, hogy napi szinten mondja nekünk, segítsen nekünk, és meg tudjuk hallani, hogy mit akar konkrétan a családunk, a konkrét élethelyzetekben, a munkahelyünkön, és stb.
Na most ennek mi a módja? Mi az a terület, ahol ezt megtudhatjuk? És már elmondtam az előbb, hogy a magányos Istennel töltött csendesség, semmi más. Hiába jössz Isten tiszteletre, hiába mész el ima közösségbe, hiába jársz el dicsőítő alkalmakra, az nagyon jó és minden, de ha hiányzik az életedből ez a csendesség, a napi szintű csendesség, a rendszeres csendesség, akkor nem fogod tudni, mi Isten akarata, és ha nagy vonalakban fogod tudni, de részleteiben menően nem fogod tudni. Ha ez igaz, hogy mégis ez a legfontosabb része a hívő életünknek, hogy mi Isten akarata, akkor biztosak lehettek abba, hogy ezt a területet fogja a leginkább megtámadni a sátán. Ha igaz az, hogy a Istennel töltött magányosságban derül ki, ott fejt ki Isten neked szánt tervét, akkor biztos lehetsz benne, hogy ott, azon a területen fog a sátán leginkább támadni. És nézzük csak meg, és szeretnék konkrét példát is mondani a feleségem és az én életemből. Nincs most itt a feleségem, de előre megbeszéltem vele, hogy azt mondta, hogy ha igazat mondok, akkor bármit elmondhatok vele kapcsolatban. Úgyhogy felhatalmazást nyertem erre. Tehát ezt a területet fogja a legjobban támadni a sátán, és csak gondoljunk bele, aki már próbált rendszeres csendességet tartani, vagy rendszeres csendességet tart. Mennyi és mennyi olyan gondolat szüremlik be, olyan fáradtság, és mennyi olyan dolog gyűlik e köré, a csendesség köré, ami elerőtlenít minket, el akarja venni ennek a tartalmát. Tehát gondoljatok csak abban, amikor elkezdtek imádkozni, biztos veletek is így van, hogy rögtön eszetekbe jut, hogy a XYZ-t föl kéne hívni most azonnal, mert az annyira fontos lenne, hogy mit kéne venni a piacon, meg hogy jaj, nem tudom, mit nem intéztem el. Tehát tuti, hogy 78 ezer dolog az embernek az eszébe fog jutni, hogy milyen rettentő fontos dolga van. Aztán, ahogy elkezd imádkozni az ember, meg Isten prédikációt hallgatni, rögtön elkezd álmosodni, és akkor így szépen bukik le a feje, és még mielőtt ugye Isten hangját meghallhatná, már alszik is. Hát ezek ilyen konkrét támadások, de nagy vonalakban is megfigyelhető az, hogy mindent meg fog tenni azért a sátán, hogy ne legyen rendezett csendességed nap mint nap. Túlterhelt leszel. Olyan dolgok lesznek majd fontosak, ami miatt nem fogsz annyi időt tölteni Istennel. És így tovább, és akkor a konkrétum, amit szerettem volna elmondani, az, hogy az elmúlt évben olyan speciálisan alakult a tanrendje a Timinek, hogy és olyan osztályokat kapott, meg olyan anyagokat kell tanítani, amit még nem tanított korábban. Éppen ezért úgy alakult egy napja, hogy ugye fölkelt reggel 6:30 a Noelhez, akkor Noelt ellátta, ugye Noelt utána én vittem az óvodába, akkor be kellett menni olyan 7, legkésőbb 7:30-ra be kellett térni az iskolába, hogy még tudjon ott fénymásolni, mert egy fénymásoló van a 70 tanára, és az is rossz, na mindegy. Akkor tanított, ugye, mit tudom én, 1-ig, 2-ig, 3:30-re megy a Noelér, közben készült az óráira, a következő napi óráira. Elment a Noelér, én akkor ugye délután a Noellel volt, főzött, stb. Én a 7-8 felé érek általában munkából haza, hát akkor ugye én, mint a felmentő sereg megérkezem, örül, hogy végre kicsit, hát mondjuk akkor nem a Noellel kell lenni, hanem takaríthat. Na, viccelek. Szoktam én is takarítani egyébként, bármilyen hihetetlen. És akkor ugye az este úgy telik, hogy akkor lerakjuk a Noelt aludni, és ilyenkor 9 óra fele a Timi még neki állt, mondjuk olyan 11-ig, 12-ig készülni a következő napi órájára.
Hát most én nem tudom, hogy ebbe, én nem ítélem előtt, hogy ebben nem tudott helyet találni a csendességnek, de tény, hogy nem tudott helyet találni a csendességnek, és ez így ment egy évig körülbelül. Hát most szeretném elmondani, hogy talán Győző bácsi mesélte, hogy az anyukád az tényleg 4-kor fölkelt minden nap, és 2 órát imádkozott. Tehát ez nekem, akkor ezt meghallottam, ez egész döbbenetes volt, úgyhogy lehet, hogy ezt fogom a Timinek majd ajánlani, hogy keljen föl 4-kor. Lehet, hogy ennek nem fog annyira örülni. Hogy... Na szóval én nem ítélem, mert én se tudom, tehát én se kelnék föl 4-kor, meg nem is szoktam, viszont nekem olyan az időbeosztásom, hogy mivel én délután tanítok, ezért délelőtt van időm arra, hogy gyakoroljak, meg hogy csendességet tartsak. Na most, tehát elég jól látható a különbség, ami egyébként nem az én érdemem, csak az időbeosztásom ilyen, hogy én tudok nap mint nap csendességet tartani, Timi nem tud. És ez egy év alatt hihetetlen módon kijött a viselkedésünkbe. Feszült lett a Timi. Minden miatt aggódott, köszönöm, minden miatt elkezdett aggodalmaskodni. Amit én kívülről láttam, hogy ugye ez teljesen ellentmond minden igei dolognak, és mindenféle olyan hitetlenség és mindenféle olyan dolog beszürem lett az életében, aminek semmi helye nem lenne ott. Egyébként ettől függetlenül bizonyos területeken 1000-szer nagyszerűbb keresztény, mint én. És még egyszer mondom, hogy most ez nem az én érdemem, hogy én tudok csendességet tartani, de szemben én, aki tudok csendességet tartani, én meg azt vettem észre, hogy amióta szigorú és fegyelmezett módon próbálok csendességet tartani, hogy a szellemi immunitásom az sokszorosára emelkedett, nem tudnak kizökkenteni olyan dolgok, amik korábban ki tudtak zökkenteni, a hitetlenség nem üti föl a fejét, nem aggodalmaskodok, és egyfajta ilyen jézusi derű járja át a lényemet, ami nem biztos, hogy látszik, de remélem, hogy látszik. Na de mindegy, tehát ezt otthon mi érezzük a házasságunkban, ez nagyon jól kijön, amikor egy olyan ember mellett élsz, aki ugye folyamatosan zaklatott és ideges, és látott, hogy igazából nem azért ideges, mert ő rossz ember vagy mi, hanem azért, mert bizony a Istennel való kapcsolat hiánya, vagy annak a, nem is a hiánya, mert az túlzás, de annak a, hát hogy mondjam, a csökkentett változata, az egyszerűen kiszolgáltatja őt azoknak a szellemi támadásoknak. Na, szóval ennyit akartam nagy vonalakba elmondani, hogy nincs fontosabb dolgunk, mint Isten akaratának a keresése. Ez senkinek nem könnyű, és ennek a módja, és nincs más módja, az a fegyelmezett ima élet. És a fegyelmezett közösség Istennel. Hogy még egy példát ezzel a Timivel kapcsolatban mondjak, és ez sajnos nem úgy működik, hogy hát hétközben nincs rá időm, akkor majd hétvégén biztos lesz időm, és akkor majd hétvégén. A tapasztalatom az az, de ez mondjuk csak szubjektív vélemény, hogy aki nem szokott hétközben, tehát nem alakít ki egy rendet, az utána nem fog alkalomszerűen igazából nagyon mélyreható ima életet élni, mert valahogy ennek a dolognak nem ilyen a természete. Akkor már kicsit úgy érzi az ember, hát most minek, meg nincs meg a folyamat. Tehát nincs meg az a folyamat, amiben benne van az ember, és akkor nap mint nap ugye érzi az, hogy valami előre ment, valami haladt. Hanem ez olyan, mint ami én is alkalomszerűen nem gyakorlok. Tehát hogyha mondjuk olyan időszak, hogy nem tudok gyakorolni, akkor inkább nem gyakorlok. Vagy az ember gyakorol minden nap, de az, hogy most leülök szombat délelőtt gyakorolni 2 órát, az olyan, mint a halottnak a csók. Tehát valamiféle rendet. Hát ugye ezt tudom, hogy a mai túlhajszolt világban ez nehéz. Ugyanakkor sajnos azt is el kell mondanom, hogy de ha tönkre megy a kapcsolatod Istennel, senkit nem fog érdekelni, hogy miért nem volt időd rá. Nyilván persze,
Lehet kihagyni egy napot, lehet kihagyni kettőt, lehet kihagyni egy hetet, már lehet kihagyni. Vagy egy hónapot, vagy egy évet. Mi az a határ, amikor azt mondom, hogy az még belefér. Mindenkinek van olyan napja, hogy nem tud időt szánni. Jó, oké, rendben. De amikor mondjuk már egy hete, vagy egy hónapja nem. Vagy egyáltalán nincs rendezett életünk, akkor mi van arra, mit? Tehát, hogy is mondjam, értitek, hogy mire akarok kiukadni, hogy hát azért mégsem mondhatjuk a mennybe azt majd Jézusnak, hogy hát annyi fontos dolgom volt, amikor ő leírja, hogy ez a legfontosabb. Tehát tényleg, én nem tudnék fölkelni reggel 4-kor, bevallom nektek. Nem tudom, milyen megoldás, és mondhatjátok, hogy nekem könnyű, mert olyan az időbeosztása. Oké, elismerem, de végeredményben tök mindegy, hogy nekem könnyű-e, a Timinek meg nehéz, mert a Timi életében látom emiatt a szétesést, az én életemben meg nyilván emiatt van egyfajta védelem, vagy ilyesmi, és végső soron, ha tönkre megy neki az Istennel való kapcsolata, akkor most mi van? Akkor jó, nem akarom tovább ragozni, mert csak jobban belebonyolódok. Szóval gondolom, hogy Isten mindenkinek fog segíteni, hogy ki tudja a személyre szabott módon, azzal az időbeosztással meg tudja teremteni azt a mennyiséget. Lehet, hogy valakinek negyed óra is elég egy nap. Valakitől meg 4 órát vár Isten. Egy ilyen kb. 300-400 évvel ezelőtt élt nagy kereszténynek olvastam nemrég egy ilyen gondolatát, aki azt mondta, hogy az ő szemében az nem igazi hívő férfi, aki minimum 3 órát nem imádkozik egy nap. Hát akkor gondoltam, hogy hát akkor én nem vagyok igazi hívő férfi. És akkor most imádkoznék. Uram, segíts nekünk abban, hogy mindenkinek sikerüljön személyre szabottan, úgy, hogy az ne legyen erőltetett, úgy, hogy az ne legyen nyomasztó, hanem az egy öröm legyen, és egy édes iga, egy könnyű teher legyen számunkra. Így tudja mindenki kialakítani a fegyelmezett ima életét itt a gyülekezetünkben és az egész egyházban. És Uram, imádkozunk, hogy helyezd ezt a szívünkre, ennek a súlyát, hogy ez a legfontosabb. És ott, hogy ebbe megtaláljuk az örömünket, ne legyen egy kínszenvedés, egy nyögvenyelős valami, hanem ez boldoggá tegyen minket, és persze, ha kell, akkor azért tudjunk persze áldozatot is hozni, és oda szántak lenni, de segíts nekünk ebbe, és látod, Uram, hogy tényleg nem könnyű ebbe a túlhajszolt világba, amit valószínűleg eleve a sátán alakított, hogy ilyen legyen. Ez is egy támadás. Én kérem, Uram, hogy légy velünk kegyelmes, és segíts mindenkinek, hogy megtaláljuk azt a módot, ahogy el tudjuk mélyíteni veled a kapcsolatot, és el tudjuk látni a munkánkat is becsületesen, és a családunknak a szolgálatát is. Jézus nevében kérlek. Amen.